Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon jó, hogy ismét elővehetjük a Bibliánkat, és egy nagyon gyönyörű történetet fogunk elolvasni, ami Léviről szól. Lévi egy vámszedő volt, és ez a Lévi az életét az Úr Jézusnak adta, mert Jézus elhívta őt. Jézus meglátott egy férfit, aki egy márvány lapú asztalnál ült, és ez a férfi vámszedő volt. Az asztalon rengeteg sok pénz volt, halomba állt a pénz. A férfit Lévinek hívták. Éppen amikor Jézus odaért, akkor ott egy valakinek a szatyorjába turkált, azt leste, hogy van-e ott valami elvámolni való, amit ő szépen onnan kiemelhet és elrakhat. Nagyon sokszor jöttek a kereskedők hatalmas kocsival, tele volt áruval. Nagy hangon veszekedett Lévi, ide az elvámolni valót. Ezután se akarsz vámot fizetni, emel csak föl a zsákokat, oda rejtetted a szekér aljába azokat a értékes holmikat, amiután te nem akarsz vámot fizetni. Addig veszekedett, míg a kereskedők úgy gondolták, ennek a zsebébe kell egy kis pénzt dugni a vámosnak, és akkor elenged bennünket. Így aztán Lévi nem csak a vámot szedte, hanem magát is jól megszedte olyan pénzekkel, amik őt nem illették volna. Nagyon szeretett ott ülni az asztal mögött, mert az egy méltóságot jelentett, és a márvány pedig, ha odadobták a részpénzt, nagyon szépen csengett. De ha ezüstpénzt dobtak oda, igazi ezüstpénzt, akkor az musikált. És amikor aranyat dobtak oda, akkor annak olyan fenséges volt a hangja, úgy vélte, hogy teljesen ellágyult, és tartotta a zsebét, hogy az aranypénz az az ő zsebében guruljon. Szóval ez a márványasztal mindig csengett a pénzektől, és meg lehetett a csengésből állapítani, hogy egy pénz igazi vagy hamis. Megvesztegethető volt ez a Lévi, nagyon sokan nem szerették. A vallásos zsidó emberek távol tartották magukat tőle. Azt mondták, hogy nem lehet vele szóba állni, mert ő egy hamis ember. Beszélték, hogy milyen disznóságokat csinál, hogy a szegény öreg asszony, aki a szomszéd faluból jön a városba, hogy az unokáit meglátogassa, és a szatyrába a saját tojásait viszi, amit a tyúkok tojtak az unokáknak, hogy azt is megvámolja, belenyúl, és kivez belőle többet, mint amit kellene. Sok szegény öregasszony jaj veszéket sírt, hogy az árva unokáinak nem fog tudni enni adni, mert ő elveszi, szégyellje magát, és hogy majd milyen átok lesz rajta, ha ő így tesz. Sokszor visszacsengett a fülébe, amikor már elmentek ezek a jaj veszékelő, síró, idős emberek, hogy ezt nem így kellett volna, hogy valahogy meg kéne érteni őket, és nem elvenni kéne. Hát neki annyi vagyona van, akkora háza van, micsoda kincseket gyűjtött, hogy igazán adhatna egy kicsit a koldusoknak, az özvegyeknek, az árváknak. Mindig el is határozza, hogy fogadni, de amikor hazaér, akkor már nincsen ilyen gondolata,
és nem ad senkinek semmit. Érezte azt, hogy hát bizony ő bűnös ember, és hogy milyen jó lenne, hogyha nem kéne ilyen lelki teherrel élni, amivel ő él. Minden vagyontárgyáról eszébe jut valami, amit nem egyenes út volt, amit ő csak úgy csalással szerzett meg. És ahogyan ott ült az asztalnál, egyszer csak valaki közeledett, és megállt előtte. Olyan fenséges volt ez a valaki, nem volt nála elvámolni való, és nem ismerte volna elvámolni. Ebből a valakiből áradt a szeretet, és az ő iránta való tisztelet. Nem ismerte, de nagyon szerette volna megismerni. És ez a valaki megszólította az ő jelenlétébe, ez a gazdag lévi vámszedő koldusnak érezte magát. És egyre inkább bűnösnek, haszontalannak. És ez a Jézus megszólította őt. Gyer, és kövess engem. De jó lenne ezzel a Jézussal barátkozni. De jó lenne ezt a Jézust követni. De még jobb lenne az ő tanítványának lenni. Milyen boldogok is a Jézus tanítványai. Egész életében erre várt, hogy őt valaki emberszámba vegye. Ne nézze le, ne csúfolja ki, hogy egyenlő lehessen a többi zsidóval, a vallásos emberekkel. És milyen érdekes, hogy az Úr Jézus volt az, aki megállt az ő asztalánál, és nem távolról szólongatta, hogy gyere csak, hanem egészen közel ment hozzá, és szelíden kérte őt, hogy kövesse. Térjen meg, és járjon az ő nyomdokába. Mit is jelent az Úr Jézus követése? Hogy is kell azt csinálni? Mit gondoltok? Hát az első dolog, ami Lévivel is megtörtént, ezzel a vámszedővel, hogy felébredt arra, hogy ő milyen bűnös ember, rádöbbent, hogy Isten szereti őt, és az Úr keresi őt, és hívja őt, az Úr Jézus Krisztus által, az ő fia által, és hogy nem elérhetetlen távolságban van az Isten, hanem az Úr Jézusok keresztül mindenki számára elérhető. Jézus szólt és hívta, és tudjátok, az Úr Jézus minket is megszólít, és hív bennünket. Én is egész fiatal voltam, még alsó tagozatos, amikor az Úr Jézus megszólított, hogy kövess engem. És olyan hálás vagyok, hogy meghallottam azon a gyermekisten tiszteleten az ő hívását, és válaszoltam rá, és igent mondtam. Meghoztam a döntést, hogy én Jézussal szeretnék járni, és annak, ha nagy az ára, vagy bármi legyen is, én akkor is őt akarom követni, mert ő kifizette a bűneimért az árat. Meghalt értem a Golgotai kereszten. Ez a Lévi is, ez a vámszedő, meghozta a döntést, hogy ő Jézussal akar járni, hogy neki adja az életét. És tudod, Jézus szólít bennünket, de a döntést nekünk kell meghozni. Akarom Jézust követni, vagy nem?
Az ember szabadon dönthet, és aki Jézus mellett dönt, annak nagyon boldog élete lesz. A harmadik dolog a döntés után, hogy Jézus azt mondta, hogy gyere és kövess engem, térj meg. Lévi megtért, elismerte, hogy ő bűnös ember, bevallotta, megvallotta a bűneit, és azt is látta világosan, és elismerte, hogy Jézusra van szüksége, mert őt senki más nem tudja megmenteni. Eldöntötte, hogy ő Jézussal fog járni, hogy nem fogja elhagyni, és hogy odaszánja az életét a Krisztusnak való szolgálatra. Nagyon nagy öröme lett. És akinek az Úr Jézus megbocsátja a bűneit, aki odaszánja az életét az Úr Jézus Krisztusnak, aki vele együtt jár és neki akar szolgálni, annak az élete tele lesz örömmel, hálaadással, a szíve megtellik az Úr dicséretével. Lévi is így volt, olyan nagy örömet kapott, hogy úgy érezte, mindenkivel meg kell osztani az örömét. El kell mondani, hogy neki az Úr megbocsájtott, hogy ő új életet kapott, hogy ő üdvösséget kapott, örök életet, hogy ő oda tartozik Isten népéhez. Ingyen kegyelemből, örömébe aztán Lévi egy hatalmas nagy lakomát készített, és itt a lakomán kezdte el mondani mindenkinek, hogy az Úr Jézus hogyan is szólította meg. Itt kezdődött el a szolgáló élete, mindenkinek bizonyságot tett. A vámszedőknek nagy sokasága volt ott, hiszen mindenki ismerte őt, és mindenki elment a nagy lakomára. Na, ti szívesen elmennétek egy jó, finom lakomára, én is szívesen ott lennék. És Lévi elmondta a megtérését. Azt olvassuk, hogy nem csak vámszedők, de egyebek is voltak ott. Hát kik voltak ezek az egyebek? Hát a bűnösök, a bűnös asszonyok, azok, akik olyan életet éltek, amiben nem volt ott az Úr. És ott voltak az írástudók is, és ott voltak a farizeusok is, és ők pedig berzenkedtek, morogtak, susmutoltak. Na hát ez a Jézus egy ilyen ember lakomájára jön el, akiről az egész város tudja, hogy milyen bűnös, korrupt, hogy mennyi sok pénzt elvett az emberektől, ami nem őt illette, zúgolódtak, és azt gondolták, hogy ez itt nem jól van. Az Úr Jézus miért barátkozik a bűnösökkel? Mert a farizeusok meg az írástudók olyan emberek voltak, akik mindenkinél különbnek tartották magukat. Jézus pedig észrevette ezt a susmutolást, észrevette a zúgolódást, és azt mondta, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. És nem az igazakat jött Jézus hívni a megtérésre, hanem a bűnösöket. A farizeusok elhallgattak. Nagyon érezték, hogy Jézusnak mennyire igaza van. Lévinek meg nagyobb lett az öröme. Hát ő az a bűnös, akinek szüksége van az Úr Jézus Krisztusra. Hálálkodott, hogy az Úr minden bűnét megbocsájtotta, és áldotta a mennyei atyát, aki küldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztus. Értünk is küldte. Milyen jó, milyen nagy örömet jelent a számunkra. Te bűnösnek érzed magad? Mert az Úr Jézus akkor érted jött, hogy megbocsátja a bűneidet. És ha beteg vagy, akkor imádkozzál.
mert az Úr Jézus meggyógyítja a betegségeinket.